Üdvözlet, Német Olivér vagyok, és a mai részben a sportnak a fontosságáról szeretnék veletek beszélni. Most a mai világban egyre kevésbé tartjuk fontosnak a sportolást, ugyanakkor szerintem ez az egyik alapköve a mi kis életünknek. Ugye most már nem ősemberek vagyunk, hogy gyűjtögessünk, vadásszunk, össze-vissza mindenfele utazgassunk, hogy ezzel le tudjuk tudni a napi mozgás igényünket, hanem többségében egy eléggé kényelmes életet élünk, ahol nem igazán van rá szükségünk, hogy sokat mozogjunk. Vagyis ugye szükségünk kellene, hogy legyen, hogy mozogjunk sokat, csak ugye nem feltétlen kell, hogy mozogjunk ugye a munkánk során. A gimnáziumban bevezették a mindennapos tesit, amit én egyfajta szemszögből nézve jónak találok, azonban át tud esni ez a ló túlsó oldalára, és azt tudják mondani, hogy aki sportol rendszeresen, akkor neki is ugyanúgy részt kell venni a mindennapi tesin. Nem érdekel senkit sem az, hogy ő amúgy minden nap mozog az edzéseken. Szóval ezeknek az embereknek azért felmentést adnék, viszont a többségnek meg amúgy jól jön ez a mindennapos tesi, mert legalább mozognak. Még ha nem is túl nagy mozgás van a gimnáziumi tesi órákon. Tisztelt a kivételeknek! Aztán az egyetemen ugye ez már csak leredukálódik arra, hogy az egész egyetemi tanulmány során két fél évnyi testnevelést föl kell venni. Ami ugye borzasztó kevés, ugye 7 fél évet jár oda az ember, minimum, és ebből csak egy évet használsz el arra, hogy mozogj. És amikor meg már dolgozni kezdesz, és főleg amikor fizikai munkát végzel, akkor már nem igazán van meg a kedved ahhoz, hogy még utána vagy előtte elmenjél edzeni. Teljesen meg tudom azokat érteni, akik így vannak vele. Amikor még egyetemre jártam, akkor még én nekem is tök nagy szám volt, hogy hát mit nekem ez, tök simán el lehet menni a konditerembe, hát ne vicceljünk már. Azonban így 3 éve, hogy most már dolgozok, így már én is látom azt, hogy azért nem mindig van meg az embernek a kedve ahhoz, hogy a munka után fáradtan még elmenjen a konditerembe, vagy akármilyen más edzésre. Ezért csináltam én egy jó ideig azt, hogy én itthon edzettem. Meg is tudom mutatni. Szóval igen, ott van a kis edző szivacsom, azt így lesz tudom teríteni ide a szőnyegre, itt, és akkor azon csinálok mindenféle felülést, meg fekvőtámaszt, és hát igen, az meg egy haskerék. Azzal, aki Instagramon követ engem, nemrég találkoztott, hogy ezelőtt még egy másik fajta volt, de lecseréltem erre. Mennyire menőn néz már ki? És ez az otthoni edzés, ez egészen jól működött, azonban ugye volt párom, vele szerettem volna lenni, és így úgy voltam vele, hogy néha el tudom ezt hagyni. Azonban idővel rájöttem, hogy ezt igazából magamért csináltam, nem azért, hogy mondjuk valakinek bejöjjek, vagy hogy neki bejöjjek, hanem így azért, mert hogy én magamnak így jól esik, hogyha fitten tartom magam. És szerintem ez a gondolkodás az, ami nagyon sok emberből hiányzik, hogy ezt ne azért csinálja az ember, hogy másoknak bejöjjön. Ne azért járj el gyúrni, hogy bejöjj a csajoknak. Ne azért akart, hogy formás legyen a feneked, hogy a pasik megbámuljanak, és hogy örüljenek annak, hogy mennyire jó csaj vagy. Azért mozogjál, mert te adott esetben szeretnéd, hogy jobb formában legyél. Vagy mert te nem vagy megelégedve a saját önképeddel. Csak olyan szempontokat vegyél figyelembe, amik neked fontosak. És ennek nem feltétele az, hogy annyira kiedzd magad, hogy tiszta izom kolosszus legyél, hogyha te heti egy edzéssel már azt mondod, hogy én így már sokkal fittebbnek érzem magam, akkor járjál hetente egyszer edzeni. A rendszeres mozgás az nagyon fontos. Én is úgy vagyok most már, hogy hetente kétszer minimum elmegyek a konditerembe, én azonban nem a délutáni időpontot választom, több szempontból is. Az egyik az, hogy brutál sokan vannak a munka után, mert ugye mindenki munka után szeret ikkább menni, mint előtt. Azonban a második szempont nálam az, hogy én borzasztó lusta vagyok, és én inkább fölkelek reggel korábban, mint hogy aztán, amikor hazaérek hullafáradtan, akkor még erőt vegyek magamon, és azt mondjam, hogy jó, menjünk a konditerembe. És aztán ugye, amikor meg odaérek, akkor meg szembesülök azzal, hogy mekkora ott a tömeg, és teljesen demotiváló számomra. Viszont itthon is amúgy még szoktam edzeni, így az üres napokon. Azonban a sportolás nem minden. Ugyanis mit ér az, hogy kiedzed magad, agyon hajszolod magad, hogyha nem táplálkozol helyesen. És ez még egy olyan dolog, amit nagyon sokan elrontanak. Azt hiszik, hogy attól függetlenül, hogy lejárnak akár minden nap konditerembe, de közben meg össze-vissza eszik a chipset, meg a különböző cukros vackokat, akkor azt hiszik, hogy már mindent megtettek az egészségükért. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy adott esetben a helyes táplálkozás még akár jobban a labba nyomhat, mint a sportolás. Ezzel most egy kicsit ellentmondásosnak hangzik az, amit az előbb ugye elkezdtem ugye ecsetelni, hogy ugye sportoljatok, mert ugye akkor nem lesztek jó formában. Azonban az, hogy zöldségeket eszel, azzal nem fogsz tudni izmot építeni magadon. Ha erősebb és jobb akarsz lenni, akkor ugye kell az edzés és a helyes táplálkozás. Ha csak fogyni akarsz, akkor általában ugye elég a helyes táplálkozás is. Azonban szerintem azért a sport még akkor is fontos. És hogy én mit sportolok? Nos, ahogy már említettem, én ugye edzek, konditerembe jár.
akarok. Azonban régében csináltam nagyon-nagyon sokféle sportot, teniszeztem, kosaraztam, síelni is szoktam, hogyha éppen ott olyan helyzetben vagyok. Ha úgy vagytok vele, hogy a franc sem akar mozogni, leizzadni, meg hasonlók, teljesen megértem a helyzetet, azonban ez mégiscsak a ti életetek, hogyha hagyjátok, hogy elhízzatok, hogyha hagyjátok, hogy teljesen leépüljön a testetek azért, mert minden vackot összeesztek és cserébe még nem is sportoltok, akkor ezt a végén úgyis ti fogjátok megbánni. Igazából senki más. Gondolkozzatok egy picit előre, és próbálkozzatok meg azelőtt még cselekedni, és tenni azért, hogy ne hízzatok el, még mielőtt elhízzatok. Macerás meg minden odafigyelni arra, hogy unblock egy olyan életet éljél, aminek következtében nem fogsz elhízni. De higgyétek el, hozzászoktok, és nem lesz egyáltalán teher, hogyha egy-két hónapig így éltek, utána már teljesen természetesen jön az, hogy zöldségeket egyetek és sportoljatok. Úgy tudom, hogy van egy ilyesmi mondás is, ha valamit két hétig csinálsz, akkor az szokássá válik. És higgyétek el, könnyen magatokat most átszoktatni egy egészségesebb életre, mint folyton azt csinálni, hogy össze-vissza mindenfélét esztek, meghíztok, lefogytok nagy nehezen, kinkeservesen, és akkor tiszta idegek vagytok, mert alig esztek, vagy pedig ugye akkor kell valami olyasmit enni, amit ugye általában amúgy ugye hozzászoknál, hogyha átszoktatnád magad. Aztán ugye ez megint indul, és ez egy ilyen folyamatos körforgás, és állandóan csak a fogyókúrázás megy. Nos, igazából ezt csak egy ilyen gondolatébresztésnek gondoltam. Szerettem volna egy kicsit kifejteni azt, hogy mennyire fontos is a sport, és hogy figyeljetek oda magatokra. Nem akarom, hogy a kis nézőimnek bármi baj essen. Nos, ez az epizód ennyi lett volna mára, köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, találkozunk jövő héten. Sziasztok!